2010-ben volt utoljára jelentős árvíz a Tiszán. Idén várhatóan ugyan nem dönt rekordokat az árhullám, de néhány napja már a holtágak vízszintje is megemelkedett. A folyó vízállása a tiszaugi vízmércénél elérte a 481 cm, így a Zúgón át az alpári öblözetbe áramlott a víz. Itt két holtágot kezel a szövetségünk, a 138 hektáros alpári holtágát, és ahol jelenleg vagyunk, a 68 hektáros szikrai holtágat. Hát nyilván ezek nyílt átterek, tehát ide a folyó, ahogy a természet adja, most egy rendkívül csapadékos ugye, időjárás van. És itt ilyenkor hát ugye megnőtt a folyó vízszintje, és hát elönti ezt az árteret. Ahogy halljuk, tehát egy tartós, magas vízállás várható. Nyilván ezt még a vízügyi szakemberek, meteorológiai szakemberek se tudják előrejelzni pontosan, hogy alakulnak a csapadék és vízjárási viszonyok. Az árhullámnak örülnek a horgászok, mivel így friss víz kerül a holtágakba. Ettől egyrészt a tavaly komoly gondot jelentő rucaöröm gyérülését várják, másrészt pedig jelentős halszaporulatra is számítanak az árhullámnak köszönhetően. Most ívási időben vagyunk, tehát a ragadozó fajok már a csukasüllő ívása tart, elkezdődött, folyamatban van. Nyilván ez is jelenti azt, hogy meg tud újulni a állomány. Visszagondolva 2010-re, amikor egy nagyon tartós, magas víz volt, tehát azok a később ívó fajok, tehát a harcsapont, és olyan szaporodást produkált, ami hát még talán itt a környékben, vagy az országban sem volt, tehát mesébe élő volt az, hogy amikor visszakerült a medrekbe, a holtág medreibe a víz, szinte egy telelői szintű halmennyiség volt, ugye akkor annak is a gondja meg lett, mert nem nőttek úgy a halak, fölmentést kellett kérni, ami még szintén egy teljes újdonságot még a pontjára is, mert olyan pontjállomány volt itt a holtágakban, amit nem bírtak volna megnevelni. Ugye természetes táplálék hiányzott a halaknak, de hát reméljük, hogy egy optimális szinten be tud állni majd itt a halállomány a közeljövőben. 2010-ben a túlságosan nagy halszaporulat gondot okozott. Egy hajnalon ugyanis rengeteg 8-10 cm-es kis süllő pusztult el oxigénhiányban a nagy haltömeg miatt. Ekkor a szaporulatot ugyanis nem tudott ellátni a holtág. Jó napot kívánok! Jó napot! Jó napot! A gázengedélyeket! Kálai Sándort sem az eső, sem a hideg nem tarthatja vissza. Minden nap pecabotot ragad. Bármilyen időben kint vagyok a vízen. Minden reggel megjelenek itt, és délután 2 óráig horgázok. Tavaly mennyi hal akadt a horgára? Tavaly? Jó. Bőségesen. Az egyéb halból 315 kiló, a nemes halból pedig 130 kiló körül. Ponty, csuka, zsöngő. Dudás László 30 éve horgászik, amikor csak teheti, kint van a vízparton. Mit lehet ilyenkor fogni? Főleg botot, de hát a szenvedély az. És ha van egy-két kapás, az meg mindennek a teteje. És mivel érdemes ilyenkor horgászni? Úgy mondjuk, hogy trágyagiliszta, csonti, pufi, mindenféle ízesítésű pufik vannak, törpét, kárászt, esetleg keszekfélét. A Tisza víztöbletét nem csak a szikrai, hanem az alpári holtág is elvezeti. A Tisza-alpári templomdom lábánál most összefüggő tórendszer alakult ki az egykori Tőzeg bánya helyén. Ez az első rész a holtág, és mögötte messze az a fajta erdő, pedig az már az ásott medernek, tehát a folyó Tisza az élő. A 4700 hektáros árteret a nyári gáton átlépő Tisza mostanra teljes mértékben birtokba vette. Itt, ahol most állunk, ősileg Árpádnak volt egy földvára, és innen erről a magaslatról gyönyörűen szét tudunk nézni az árterületre. Most már látszik egész szépen a vízmennyiség is, úgyhogy hatalmas területet önt el. A Tőzeg bánya helyén a csapadékból időről időre állandó vízmennyiség gyűlik össze. Így a templomdom lábánál megtelepedtek a madarak, sőt, egy különleges halbölcső is kialakult itt. A madárvilág is el tudott úgy szaporodni, szinte madárrezervátum lett, ugyanúgy a halak szaporodása minden, úgyhogy halasvíznek is számított. Időközönként megnől a vízszint, akkor különböző csatornák és zsilipen keresztül a holtágba le lehet engedni, amivel a halállomány is esetleg bővül. Az árhullámmal megérkezett víztömeg egy részének visszatartása, a holtágak megfelelő vízszintjének fenntartása fontos cél.
Ezen a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársaival együttműködve dolgoznak a Bács-Kiskun megyei Horgász Egyesületek Szövetségének szakemberei.